A képviselőtestület az 53/2018 számú határozatával döntött a Petőfi út 9 szám alatti ingatlannak a megvásárlásáról. A 131/2018 számú határozatával pedig döntött arról, hogy telekalakítási eljárással az ingatlan területe összevonásra kerüljön a szomszédos Petőfi Sándor általános iskola területével. Az ingatlant ingyenes használatra átadta az oktatási intézmény részére, hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az intézmény az ingatlanon lévő lakóházat elbontsa saját költségén. Az önkormányzat által az intézmény részére átadott területen fog megépülni a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának új épületszárnya. Már a 2010-es beruházásnál is látszott, hogy az nem oldja meg az iskola tanterem gondjait, hiszen most a 24 osztályra 24 tanterem jut. Nincs szaktermük, és így a csoportbontásokat sem tudják megvalósítani. Magasak az osztálylétszámok, ezért most már azt mondhatom, hogy égetően szükség van egy új épületszárnyra. Tehát ahhoz, hogy a szakmai munka ne sérüljön, ahhoz nekünk új tantermekre és csoportszobákra van szükségünk. Az új épületszárnyban 3 szaktanterem, 6 csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek lennének. Ezzel az intézmény égető gondjai megoldódnának. Nem lehet nagyobb épületet építeni erre a területre. Tehát ugye itt ez egy szép nagy teleknek és egy szép nagy háznak látszik, ez a lengyel ház, ami telekként besegít nekünk ebbe a fejlesztésbe, de igazándiból ahhoz, hogy még nagyobb épületszárnyat építsünk meg, ahhoz még plusz telekre lenne szükség, az pedig jelenleg nem áll rendelkezésre. Már készülnek a tervek az új épületszárny megépítésére, amely szervesen kapcsolódna a régi iskola épülethez. A tervezésnél fontos szempont, hogy az új szárny stílusában, formájában és színeiben harmonizáljon az 1961-ben átadott főépülettel. A beruházás 500 millió forintból valósulhat meg. A Kevi pályázatot nyújtott be a fenntartójához, a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz. Hosszú idő, míg egyáltalán döntés születik, hiszen a gazdasági bizottság is megtárgyalja ezeket a pályázatokat, és az országos presbitérium fog dönteni arról, hogy végül is mely projekteket fogják támogatni. Az intézmény azonban nem vár a pályázat eredményére, már elkezdték a beruházás előkészítését. Van annyi megtakarításunk, hogy az előkészítő munkák közül például a tereprendezést, vagy egyáltalán az engedélyi kiviteli terveket megrendeljük, és hát letegyük az alapokat. Ha idén nem támogatja a Magyarországi Evangélikus Egyház a beruházás megvalósítását, akkor jövőre az intézmény újra benyújtja a pályázatot. Szent Györgyin és Szlovák Mária igazgatóasszony bízik abban, hogy ha a 150 milliós önrészből elkezdik az új épületszárny építését, akkor a fenntartó nem hagyja magára az intézményt, és megkapják a folytatáshoz szükséges összeget.